emlékszel is, hogy múltkor is már beszéltünk róla, az az Isten iránti jó lelkiismeretnek a válasza az ember részéről. Ahogy a múltkor is beszéltünk, csak röviden akarom így felidézni, hogy a korai időben, amikor az emberek megértették azt, hogy Jézus meghalt, akkor mi velük fel együtt meghaltunk, és akkor feltámadunk, mi fel együtt feltámadunk. És abban az időben ez volt, amikor leesett meg, azt mondta, akkor ha van itt víz, akkor csak én is alámerülök. És akkor ezzel fejezte ki az az ember, hogy megértettem, hogy Jézus megtisztította a lelkiismeretemet, és semmilyen tanfolyam, vagy regula, vagy vallási szertartás soha nem tudja ezt elérni, hogy Jézus vére mentette. És ez egy pillanatnak a műve, hogy megérti az ember. És ez úgy tűnik, hogy ez a pici ember, aki nem a pici, ez megértette már. Hallgató, hogy a biztoség azt mondta. Egyébként, ha mindjárt meg fogom kérdezni, hogy miért akar bemerítkezni, mert ugye ő vallja meg a hitét, nehogy azt mondja, hogy apám kényszerített, vagy az anyu miatt csinálom, hanem azért, ami a szívében van. Én amikor most így átköltöztünk, már jobb vagyok a romával, azért próbálok rendes gyerek lenni, de ez a fiú látó, hogy olyan, mint Jézus. Jézus, amikor föltámad, összehajtotta a kendőjét, utána ott találtak, hogy én már mentem volna, és ez a fiú, mint Jézus hajtogatja a ruháját szépen, úgyhogy én úgy látom, hogy ez a fiú olyan, mint Jézus, és akkor csak szeretném Dominik megkérdezni szület, hogy miért nem az remekszel? Nem tudsz jobbat mondani, mint hogy szeretnek. Én nincs nagyobb dolog. Ámen. Csodálatos, Domi. Jó, akkor aki idezgélébe szeretni látni, akkor... Ja, igen, úgy fogunk bemerítkezni, ugye, mert ebből már voltak teológiai viták, hogy az, ugye, hogy kinek a nevében történt, így fogom mondani, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek felhatalmazásával, hol Jézus Krisztus nevében. És itt minden az egész Istenség meg volt említve, mindenki nyugodt lehet utána, hogy nem hagytunk ki semmit. Ámen. Jó, akkor menjünk. Ismerted, Uram. Hálát adunk ezért, hogy ilyen fiatalon felismerhetted, hogy ő, te szeretted őt, Uram. Te előbb szeretted őt, Uram, és ő is szerettél. Köszönjük, Uram, hogy ez a te fundamentumod, hogy te ismered a tiédet, Uram, és hogy ő is a tiéd. Köszönöm neked ezt, Uram, és hogy Uram mindazzá tudja válni a Dominik életébe, amit őt elhívtad, a Jézus Krisztus nevében, Uram. Ámen. Most a Dominik is mi Atyám Jézus nevében jövök el itt, és köszönöm, hogy meghaltál értünk, és köszönöm, hogy te vagy a Atya Istenünk, és köszönöm, hogy nagyon szeretsz minket, és köszönöm mindent, amit csináltál nekünk is. Amikor bekezdem is így, hogy tartani, menjél a
Atyám, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem felhatalmazásában Jézus Krisztus nevében bemerítelek téged az egyicsőségbe. Amen.